Ja, hogy meséltem az eddigi videókban, de mindig minden mindennel összefügg, én nagyon sok elengedést hallgatok. És közben ugye csináltatja mondjuk az András az elengedést, vezeti a meditációt, vagy van ez a Voice-ra, én előfizettem, és akkor ezt valamelyik videóban elkezdtem mondani, de nem fejeztem be, úgyhogy itt befejezem akkor, hogy a Voice-ra előfizettem, és akkor letöltöttem egy csomó könyvet, csomó hanganyagot, meditációt, és akkor azokat nyomatom, meg a Diószegi Ádámnak a hanganyagait, amit ugye az iskolához kell, Palacskó András, Erdélyi Nikolett, Illek Andi, Maja, a Gary Douglas, szóval, hogy így nagyon sok excesses hanganyagot futtatok, de én most a Sedona elengedésre vagyok nagyon rákattanva, és azt hallgatom, és hát az Andrásnak is vannak ilyen elengedés hanganyagai. Puh, nagyon kemény. Amiket ott mond, úristen, van, hogy rám tör a sírás almaszedés közben, meg csak így ilyesmiket csinál, hogy fújtatok, hogy engedődnek el ezek a dolgok, nézőpontok pénzről, nézőpontok kapcsolatokról, nézőpontok családról, és ami nagyon-nagyon sok tisztítást kapott tőlem az elmúlt időszakban itt, az a kontroll és apukám. Mert hogy egyrészt nem ismertem el, hogy soha, hogy én választottam azt, hogy ő legyen az apukám, és akkor milyen hozzájárulás lehet ő az életemhez, és én milyen hozzájárulás vagyok neki. Akkor egy csomó ilyen dolog van, hogy akarom a jóváhagyását, de közben elutasítom és ellenállok annak, hogy olyan legyek, mint ő, hiszen ő ugye börtön töltelék, meg mindenféle rosszat lehetne rá mondani, de közben mindenféle jót is lehetne mondani. Akkor elvárom tőle, hogy rengetegen szerintem ti is elvárjátok a családtól, hogy idillikus legyen, neki az lenne a dolga, hogy lakást vegyen neked, vagy csak támogasson, vagy csak szeretetével, a jelenlétével ott legyen, és elvárunk emberektől, családunktól, mert ez lenne a dolga címszó alatt, neki lett volna ez a feladata, ő neki kellett volna megvédenie attól, hogy téged bántsanak, erre ő bántott téged, szóval, hogy így csomó olyan idilli dolog van a fejünkben, a párkapcsolatokról is, elvárásaink a nagyőről, és akkor amint ő a nagyő, vagy amint ő az apám, onnantól kezdve meg kell, hogy ítéljem őt is, meg magamat is. Mert ha ő nem jó apa, akkor én nem érdemlem meg a szeretetét, akkor én nem érdemeltem meg azt, hogy nekem egy idillikus apám legyen, családom, akkor én valami rosszat tettem, én nem vagyok elég jó, hiszen ő nem szeretett eléggé, ahogy én elvártam, ugye. És egy csomó ilyen, akkor, hogyha mit tudom én, szétmegyünk mondjuk a nagyővel, akkor én vagyok a hibás, ha jobb lettem volna, akkor, ha nem tudom, egy csomó annyi ilyen becsípődésünk van, ami okozza az ilyen eldugulást és blokkot, hogy szörnyű. És ugye elvárom a családi idillt, és ezért én mondjuk nem teremtem az életem, mert ha nem teremtem az életem, akkor vezekeltethetem, hogy ő a hibás, amiért nekem is hibás az életem, és akkor őt vezekeltethetem. Kontrollálom azzal, hogy nem fogadok be tőle semmit, az se, amit tud adni, szerencsétlen, és azzal is, hogy elvárom, hogy olyan legyen, amire ő nem képes, és meg lehetek sértődve, én lehetek az áldozat és a mártír, aki vezekeltetem és büntetem. És csak egy infót nem felejtek el, hogy közben az én életem telik el, és valójában magamat is büntetem. Akkor nagyon érdekes volt az egyik hanganyag, amit az Andrástól hallgattam, azt hiszem, hogy mondta, hogy nagyon sokszor van az, hogy egy szülő lekurvázza, vagy lebuzizza, vagy le valahogy a gyerekét, és hallgassátok ezt csak érdekességként, nehogy ellenálljatok, mert azért ez egy olyan téma. És egy csomószor van az, hogy reinkarnálódik, mondjuk régen együtt jártunk, vagy együtt éltünk, ugyanazzal a lélekkel, aki most az apám, vagy aki most a te gyereked, vagy stb., de ugye reinkarnálódott, és most ő az apám lett, nem párkapcsolatban vagyunk, vagy neked a gyereked lett, nem párkapcsolatban vagytok, és ezért jönnek ezek a dühök ilyen régről, vagy akár onnan, hogy lekurvázod, vagy
mártírkodsz, vagy az apák, például az én apukám is olyan volt, hogy senki pasi nem volt jó, mert az köcsög volt, az paraszt volt, azt meg kellett volna verni, az mit tudom, ilyen meg olyan, se senki nem elég jó, hiszen ő volt mondjuk előző életben a társad, ő lenne az igazán jó, de ez nem olyan, amit ő tud, tehát ez ezek nem olyan dolgok, amit te eldöntesz, és akkor na most kibaszok a lányommal, mert ha én nem lehetek vele, más se legyen, hanem ez ilyen tudattalan, ilyen zsigeri reakció, és hogy erről beszélt az András az egyik videóban, hogy ez ilyen karmikus leszületés, ugye, és hogy például hol kontrollálod te a gyerekedet, hol kontrollált téged bármelyik szülő, az a karma miatt, te pedig jó kislány vagy jó kisfiú akartál lenni, és ezért átadtad az erődet. És amiért, hogy te átadtad az erődet, és elvártad tőle, hogy ő meg nem. Amiért, hogy átadtad az erődet, emiatt ugye te nem vagy teljes értékű, hiszen nem vagy az erődben, plusz mindig meg akartál neki felelni azzal, hogy jó kislány, vagy jó kisfiú vagy, és olyat választasz, aki apukának, anyukának is megfelel, de ez lehetetlen. És azzal, hogy átadtad az erődet, ő meg birtokolt téged igazából. És hogy hol használjátok ezeket, az ilyen megkötéseket arra, hogy visszatartsad saját magadat attól, hogy belelépj az erődbe. Én nagyon sok olyan barátot teremtettem magam köré régebben, meg pasikat, akik visszahúztak, akik ne legyél ilyen hangos, jaj, nem illik viselkedni, inkább villával legyél, ne kézzel, jaj, ne beszélj már ilyen hangosan, légy szíves, meg jó, nem kötekedj az asztalnál, meg kb. Ilyen mi van? Tehát, hogy a végén már az ember azt érzi, hogy sehogy nem viselkedhet, és teljesen föladja saját magát, de ha elismered azt, hogy te teremtetted ezeket az embereket a legtöbbször, vagy te teszed az emberek fejébe azt, hogy ők azt gondolják rólad, hogy kókler vagy, meg ilyen, meg olyan, akkor rájössz arra, hogy te adod át az erődet, és vissza tudod venni az erődet. Mert ha te teremtetted azt, akkor tudsz teremteni mást, és van választásod. Tudom, hogy ez most ilyen nagyon össze-vissza, hogy mi van, ez miről beszél ez a nő, hallod? De azt sem vágom, hogy miről beszél, totál őrült. Tényleg megértem, mert én is 8-szor hallgattam meg, mire így felfogtam, hogy tessék, hogy hány embert használok én arra, hogy áldozattá tegyen engem, és benne tarthassam magamat abba, hogy áldozat vagyok, hogy ne kelljen beleállnom az erőmbe. Például meséltem nektek ezt a tündérhegyet is, ott is elgondolkoztam ezen, hogy ha be is megyek, akkor érdekes nézőpontként fogom kezelni az egészet. Érdekes nézőpont, hogy van egy ilyen nézőpontja, hogy szerinte én ADHD-s vagyok. Érdekes nézőpont, hogy van egy ilyen nézőpontom, hogy nekem oda kell mennem. És hogy hol választom inkább most is azt, hogy most épp nem egy pasit használok erre, vagy nem egy barátot, hanem azt, hogy mondjuk, mit tudom én, traumatizált vagyok, azt használom arra, hogy korlátozzam magam, meg a múltat használom arra, hogy arra hivatkozok, hogy korlátozzam magam, hogy ne kelljen belelépnem az erőmbe. És akkor mindent, amit ezt felhozott most bennem, meg bennetek is, azt hajlandóak vagytok elpusztítani. Hú, és hogy hányszor van az, hogy dolgozol mondjuk állandóan a pénz témájával, de valójában te ragaszkodsz a pénzhez, mint problémához. Te ragaszkodsz az áldozatisághoz, mint problémához, és hogyha jön egy elengedés, hogy na akkor most ezt elengedjük, hogy na, hogy elvett tőlem, hát ha ezt elveszed, akkor nem tudom, mit kell majd elengedni, ha ezt elveszed tőlem, megszűnik a személyiségem. És én is nagyon sokáig úgy kapcsolódtam emberekhez, hogy az áldozatiságból, a sajnálatból, hiszen ezt tanultam meg gyerekként, illetve fiatalként, nem gyerekként, fiatalként, hogy akkor figyeltek rám, ha nekem épp valami trauma vagy tragédia történt az életemben, tehát így tudok figyelmet szerezni, ha sajnálkozok, vagy áldozat vagyok, tehát akkor hogy teremthetem újra azt, hogy áldozat legyek, hogy figyeljenek rám, és hát ugye azonosul a személyiségem azzal, hogy akkor én az áldozat vagyok, ha ezt elveszik tőlem, akkor ki leszek én nélküle? Ki leszek én a nélkül, a probléma nélkül, a traumatizált múlt nélkül? Akkor ki vagyok? Úgyhogy nagyon érdekes,
Ezzel még dolgozok, ezzel a tündérhegyel. Igazából szívesen bemegyek, mert kíváncsi vagyok rá, hogy pszichológiailag merre halad ez a dolog, de tényleg az egyik nagy eszköz, amit így használok, a tisztításon kívül, az excess tisztító mondatán kívül, az kettő nagy tisztító mondat. Az egyik, hogy érdekes nézőpont, hogy van egy ilyen nézőpontom, hogy nekem kontrollálnom kell valakit mondjuk. Érdekes nézőpont, hogy van egy ilyen nézőpontom, hogy én áldozat vagyok. Érdekes nézőpont, hogy neki van egy ilyen nézőpontja, hogy én egy paraszt vagyok. Érdekes nézőpont, hogy van egy ilyen nézőpontjuk mondjuk a srácoknak itt, hogy én nem vagyok csapatjátékos. És ez az érdekes nézőpont, hogy ezt csinálja, hogy nem reagálni fogok rá, hogy micsoda, én nem vagyok paraszt, de hát annyian szeretnek, nem kezdek el magyarázkodni, nem is az lesz, hogy és te hogy nézel ki, nézzél már magadra, mekkora paraszt vagy te, nem is ez lesz, meg nem is állok ellent, nem akarom bizonyítgatni, hogy nem vagyok paraszt, meg bizonyítgatni, hogy jó ember vagyok, meg megfelelni, hogy akkor másnap meg úgy figyelek, mint a kis angyal, hanem ez a érdekes nézőpont, lehet, hogy paraszt vagyok, tényleg, de érdekes, ilyen nagyon jó kis mondat szerintem, jó kis tisztítás, ami úgy balanszban tart, és nem billensz ki se a reakció, se az ellenállás, se a tagadás, se a védekezés, se a támadás, sem erre. Másik pedig, hogy minden az ellenkezője annak, aminek látszik, és semmi sem az ellenkezője annak, aminek látszik. Minden, amikor például engem itt nagyon pont így nagy ellenállásban voltak az emberek, a srácok, akikkel együtt dolgoztam, velük nem jöttem ki, csak egyedül a családdal, meg nagyon-nagyon jól. Szóval, hogy akkor ott ezt az érdekes nézőpontot is csináltam, azt is csináltam, hogy mindent, amit ez felhozott bennem, azt elpusztítom, és nem teremtetté teszem. Akkor azt is, ugye a palacskó, ez a Sedona elengedést is csináltam, hogy oké, hajlandó vagyok-e üdvözölni ezt az érzést, ami bennem van, ezt a gyűlöletet, ezt a megvetést, ezt az irigykedést, ezt az ítélkezést, vagy minden, hajlandó vagyok-e megengedni, hogy ez az érzés legyen, és szeretném-e elengedni, és ha igen, mikor szeretném, és akkor így... És ezt a minden az ellenkezője, aminek látszik, semmi sem az ellenkezője annak, aminek látszik, ezt is használtam, mert ez kiüti az agyalást, és kiüti az agyadat, meg azt, hogy neki van igaza, vagy nekem van igazam, vagy kinek van igaza, hanem minden az ellenkezője annak, aminek látszik, és semmi sem az ellenkezője annak, aminek látszik. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, és amit még apukámmal kapcsolatban rájöttem, hallgattam a Gary Douglas-től egy hanganyagot, és abban pont egy török nő beszélt arról, hogy a bátyja börtönben van, és emiatt ő nem teremti az életét, és ez annyi mindent felhozott bennem, hogy úristen, mivel az én apukám sokáig volt börtönben, meg most nincs börtönben, emiatt én bezárom magam a börtönbe, mert helyette érzek felelősséget, akkor felelősségteljes vagyok, hogyha én nekem van szégyenérzetem, vagy bűntudatom, akkor vagyok felelősségteljes, és mivel neki nincsen, és ő nem vállal felelősséget, ezért valakinek kell felnőttnek lennie, és én, anélkül bárki megkért volna rá, annyira empatikus vagyok, hogy én átvettem tőle ezt, helyette inkább én zárom magam börtönbe, ugye ezzel is bizonyítom, mint az előző sztorival is, hogy jó kislány vagyok, hiszen felelősségteljes is vagyok, és szófogadó, és átvettem a szégyent és a bűntudatot, ami miatt viszont haragszom és neheztelek az apámra, amit érzékeltetek vele, és ezzel megint csak vezekeltethetem, hogy hát, ha így beindítom benne a felelősséget és a bűntudatot. Nagyon durva. És akkor mindent, amit ez felhozott bennem, azt elpusztítom és nem teremtetté teszem. Szóval, hogy ilyeneket szoktam csinálni, ilyen tisztításokat a testemre is, mert rájöttem, hogy az egyetlen dolog, amivel az ember amiben a testedbe tudsz zárni dolgokat, meg elrejted a hátad mögé, hogy ne kelljen szembenézni vele, de rápakolod a hátadra, és hátfájásaid vannak, meg becsípődéseid, meg lumbágod, meg isiászod, meg minden, az ugye az a rengeteg ha hibáztathatom magam, akkor magamra pakolhatom a rengeteg hibát, ami miatt ugye én nem vagyok jó, és nem vagyok elég, ami hatalmas zsír, és azzal még ráadásul eltávolítom magam a külvilágtól,
És így legalább van távolság köztem és a külvilág között, amivel bizonyíthatom, hogy kizárnak engem mások, miközben én zárom ki valójában őket azzal, hogy távolságot, tisztes távolságot tartok. Ugye kivetítettem, hogy majd ha akkor lesz jó pasim, ha lefogytam, majd akkor érdemlek valamit, ha így meg úgy van, majd akkor veszek rephegyet, ha így meg úgy van, és lefogytam, meg így nézek ki, meg kigyúrtam magam, meg akkor... Szóval tehát ezzel kivetítem egy soha el nem jövő jövőbe a dolgokat, és ráadásul megvédem magam a csalódástól. Távolság is van, szégyenkezek is a testem miatt, bűntudatot is érzek, kizárok is mindenkit, jó a kifogásra is, arra is jó, hogy ugye ne kelljen senkivel kapcsolódnom, hiszen így nem vagyok elég jó, majd akkor, ha lefogytam, ugye. Ezzel megvédem magamat a csalódástól, és másokat is attól, hogy csalódniuk kelljen bennem. Sokat féltem, és amúgy ezzel még van dolgom, hogyha én kiállok elétek, és totál sebezhető vagyok, ami amúgy vagyok, csak nem ismertem el még soha, akkor majd ti csalódtok bennem, és elárul, tehát egy árulás fog történni, és hogy én ezt nem akarom újra megélni, ezért ugye inkább nem is beszéltem. Tehát tök jó, mert imádok beszélni, de azt az egyet nem csinálom, és ezzel is ugye ezt az egészet szabotálom, és akkor ugye biztonságban érezhetem magam, hiszen ha nem tud senki senkit bántani, akkor biztonság van. És képzeljétek el, hogy itt hallgatom ezeket az elengedéseket, energiahúzásokat, és körülbelül másfél hete semmit nem tudok enni, mert valami olyan, tehát valami elkaptam valami olyan cuccot itt, senki nem tudja, hogy mitől, hogy minden, akármit eszek, iszok, kijön belőlem, lefogytam 7 kilót, de nem vagyok éhes, meg nincs semmi baj, meg inni tudok, meg se, tehát hogy úgy Isten igazából nincsen baj, csak annyi, hogy annyira sok tisztítás történik most rajtam a testemen, hogy így úristen, fú, nagyon komoly. Úgyhogy a testtel is lehet dolgozni, ugye ezzel az áldozatisággal is, amit már ugye elmondtam, úgyhogy nagyon izgalmasak ezek a napok itt. Szerintem most ennyi, és a megengedésről szeretnék még egy hanganyagot csinálni nektek, aztán meg az éberség ítéletről. Jaj, még a testhez akartam hozzámondani, hogy van kettő ilyen excess-es... Ezt is az alapozón lehet megtanulni, meg azt hiszem már a Barson is van az NVIDIA-m. Nem, az alapozón. Úgy én el szoktam indítani a testemen, ugye az MTVSS az ilyen hatékonyabbá teszi a mozgást. Tehát hatékonyabb, felemeli a dolgoknak a hatékonyságát, meg még sok másra is jó, de én most erre használom, hogy elindítom magamnak MTVSS fúss, háromszoros rözetrendszerek fúss, mondjuk a hatékony izomépülése és zsírégetésre. És akkor ahogy dolgozok, érzem, hogy olyan izomláz lesz a karomba, és nyilván azért is, mert dolgozok, tehát nem vagyok elszállt, de hogy érzem, hogy hatékonyabb az, hogy elindítom magamon csak mindig nézem, hogy értem, jönnek-e autóval, vagy nem. Elindítom magamon ezt, hogy MTVSS, a hatékony zsírégetése és a hatékony izomépítése, a hatékony narancsbőrre fúss, háromszoros sorozatrendszerek fúss, és a másik pedig, hogy MDDM, a felesleges zsírra, MDDM, a hatékony izomépítésre fúss. Egy kis test, nem csak testkezelések, de én most testre használom, hogyha már itt gyúrok az almákkal, meg föllemászok a gépről, akkor dolgozzon rajtam egy extra energia, ami formázza is közben még jobban a testemet. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megint meghallgattatok, én nem tudom befogni, hallod 20 perc alatt, úgyhogy sziasztok!